Sziasztok, ez a Marian lapjai. Nikivel, sziasztok! Most a okostelefon elvételéről fogunk beszélni az iskolákban. Mivel mi nem vagyunk érintettek, ezért cikkeket, illetve kommenteket gyűjtöttünk ebben a témában. Az első ilyen nyílt levél ma.hu-ról származik, és Niki fogja felolvasni. Igen. Szóval, kedves törvényalkotó, szeretném leírni neked egy napomat a középsuliban. Tudod, ez egy olyan iskola, ahova lassan szavazókorúvá váló fiatalok járnak. Ma reggel beléptem az iskolába. Mindjárt az első órában nagy örömért. A tanár a te utasításodra elkezdte összeszedni a mobiljainkat, az okos óráinkat, notebookjainkat, tudod, ami számítógépet tőled kaptam most az iskolához, hogy ne legyen nálunk semmilyen úgynevezett okos eszköz, ahogy azt te megálmodtad. A dolog eltartott kb. 20 percig, mert 30-an vagyunk, mindenkinek jelölnie kellett valahogy a telefonján, hogy az az övé. Mert csomó idő elmegy ezzel, hogy a mobilokat összeszedik, meg a gyerekeknek. Tehát minden iskolában máshogy van ez a rendszer, valahol a hetes szedi össze, és jelölni és kell valahogy. Szerinted ennek van valami haszna, hogy ezt így összeszedik? Hát a törvényalkotók arra hivatkoznak, hogy így jobban figyelnek, de viszont amit leírnak, hogy azért órán is kell használni például az okos eszközöket, így az okostelefont, és a kiosztásával is sok idő megy el. Igen, meg mi azt beszéltünk először is így privátban, meg hát saját tapasztalatból is, amikor még mi jártunk iskolába, akár kisiskolától kezdve, akkor jó, akkor még nem voltak ilyen okos kütyük, de ha a gyerek nem akart figyelni, akkor kinézett az ablakon. Ezt hogy lehet megakadályozni sem? Ez az. Tehát aki nem keresztre, akar tanulni, keresztre, úgy se tanul. Így van. Vagy keresztre ütvényt fejt, vagy ilyesmi. Nem tudom, mi időnkben ugyanezek volt, meg barkópázik, meg akasztófázik, meg nézni így a van. Tini újságokat. Tehát, aki, és azt, azokat meg úgy se lehet mindent elvenni. Van olyan vélemény is, hogy azért hozták ezt a törvényt, hogy az iskolákban ne TikTok lájkozzanak az iskolában elmondottakról, mert olyan is volt, hogy órán bekapcsolták a TikTokot, lájkozták, a tanár mit beszél, meg hogy tudod, titokban lekamerázták a dolgokat. Ilyen is volt, és igen. Viszont amúgy meg én azt gondolom, jó, én személy szerint, hogy ugye az internetet lehet normális célra is használni, igen, mint én, hogy azon nézem a klasszikus filmeket, mi vagy a tévében azok nincsenek. Tehát azt, hogy ki hogy kommunikál, úgy nem azt határozza meg szerintem, hogy mennyit ül a internet meg a okostelefonja előtt. Hát én ez így gondolom. Van, és még most folytatjuk pár kommenttel, amit ti küldtetek. Itt nálad van az általános iskola házi rendjében, benne van régóta, hogy a gyereknél lehet telefon kikapcsolt állapotban, vagy a portán le kell adni névre szólóan. Tanítás után visszaadják, ezzel egyetértek. Itt nincs az órákban beépítve a telefonhasználat, de viszont másolikban be van építve, zárója bezár. Van még komment. Alsó tagozatban amúgy se viszik a gyerekek, mert nem tudna rá még vigyázni. Felsőbben még jó, ha megtanulja, hogy bent nem csak útközben a sulihoz nyomkodhatja. Szerint ez muszáj volt az érdekükben meglépni, mert függője a mai társadalom a kütyüknek, ahogy Magyarország felnőttek munkában is korlátozva használhatjuk. Magyarországi felnőttek. Na, még van kettő, ezt gyorsan elolvasom, aztán folytatjuk. Jó. Szia, nálunk már csak egy gyermek jár középiskolába, eddig gördülékenyen megy a telefon leadása, visszaadása a gyermeknek. Viszont régen persze nekünk még nem volt a suliba telefonunk, így nem tudtuk milyen vele vagy nélküle. De most már aki vidéki digitálisan a bérlet a telefonban van, így ha későn kapják vissza esetleg, tehát hogy lekésik emiatt a járatot, mert későn kapják vissza a vonatot vagy a buszt. Nyilván az is benne van, hogy a készülékeket féltjük, nehogy baja legyen. Tehát mikor összeszedik, nehogy eltörjön. Sokszor nézték a krétát, hol van óráik, milyen értékelést kaptak, és ha az adott napon változás van az órarendben, azt is hamar jelezte a kréta. Ez ilyen digitális oktatási rendszer, ha nem ismernéd. Ja, ide mennek a jegyek, mi még nem vagyunk szülők, de hallottam róla híres kréta rendszerről. Na de reméljük, vagyis én nem vagyok szülő, meg a jó páran ti se vagytok szülők, úgyhogy na de reméljük szépen kiforja majd magát az új bevezetett rend. És az utolsó,
elvenni úgy, hogy utána nem vállalnak felelősséget a telefonokért, ez több, mint abszurdum. Plusz bedobsz egy törvényt, de semmi támogatás a suliknak, tanároknak. Egy, hogy megadott terv, zéró, mindenki vegye el, de találja is ki, hogy finanszírozza meg a dobozokat, meg külön dobozba vagy szekrénybe kellett tenni, meg külön zacskózni, meg lakatot vagy szekrényt, etc. Tehát azt a suli, vagyis a gyerekek szülei állják. Fejetlen, korpás, bajuszos, pereg világot nem ismerő, trottyos, vén emberek hozzák ezeket a törvényeket. Na, ez is Instáról származó vélemény volt. Értem. Na, most beszéljünk, ezek hallatán mi a véleményed? Hát, még saját tapasztalatból azt elmondanám, hogy ugye amikor biztos nálatok is így volt, amikor gimnáziumban vagy szakközépiskolában jártunk, de akkor is már úgy emlékszem, hogy próbálták így a telefonokat begyűjteni, de hát mindig volt valami csaja leghátsó sorban a barátjával SMS-ezgetett, mert ugye akkor még nem volt mobilnet, de akkor még ez volt a legmenőbb, hogy az SMS-t írogatja, aztán megbeszélték a óra utáni randit. Vagy MMS fotót. Tehát akkor se lehetett ezt megtiltani, mert pad alatt akkor is csinálták. Hát igen. Jó, mondjuk annyiból most, hogy így beszélünk róla, annyiból megértem, hogy esetleg az ilyen iskolai zaklatást próbálják ezzel, hogy telefonra... Erre hivatkoznak amúgy a törvényhozók, hogy, mert sajnos vannak hogy ilyen... egymást ne zaklatsák a diákok, meg ilyesmi, de viszont erre mondta egy ismerősöm, hogy viszont olyan eszközöket, ami nem digitális, vagy például a rádió, ilyesmi, azt engedik, tehát ez is tehát kettősség van ebben az egészben. Ugyanúgy engedik, hogy akár ne figyeljen a gyerek. Igen. És akkor mi értelme van, hogy csak fizikailag van ott? Ez az. Mennyi erővel lehetne magán tanuló is? Így van, szóval... Mert gondolom veled is hányszor volt-e, hogy csak ültél ott, meg kötelező volt, ilyen kémia, matek, hát azt nem kellnek el. Igen. Végig a férjemet, érdekli a matek, ő nagy matekos egyébként. És végig szenvedtük, és hogy ó, ma ez az utolsó óra, és akkor azt tartotta a lelket, hogy végre utána egy óra múlva megyünk haza, de utáltuk. Igen. Úgyhogy annak már mi értelme volt csak ott ülni? Azt közben akasztófázott az ember, meg nézte az újságokat. Meg az pattársának adott levelet, tudod. Hát, körülbelül, meg beszélgettünk. Papír. Így van, szóval elég kétmutató ez a rendszer. Legalábbis sokatok szerint. Mi nekünk meg ennyi a vélemény. Tehát akkor végül is, ahogy így a lényegben, hogy a iskolai zaklatást akarják ezzel elkerülni. Azt mondják meg, hogy jobban figyeljenek a gyerekek. De attól nem fognak jobban figyelni, tudom, az is biztos. Tudom. Én tudom. Tehát... De erre hivatkoznak, hogy ott legyenek jobban az órán, de igen, attól még aki, agyban nem. Akit nem érdekel az a tantárgyal, sem figyel. Hát így van. Úgyhogy ez ilyen. Köszönjük a kommenteket, akik írtak erre az egész sztorira, illetve a ma.hu-n elérhetitek, amit Niki elkezdett olvasni cikket, majd belinkelem. Illetve meg. Kövessetek engem is a Niki Filmes Világa. Így van, csatornán. Egy kis reklám. Niki Filmes Világa egyébként szerdán, minden szerdán éppen van. Éppen ma lesz egy új rész. Így van. Mi is, Niki? Romy Schneiderről szóló. Hát életrajzi, de nem Romy Schneider szerepel benne, tehát ez 2018-ban készült film. Én nem ismerem igazából ezt a színész, de... A Sissi trilógiának a főszereplője. Na, is. Mondja, hát többször elmondtam neked. Így van, és én mindig elfelejtettem, úgyhogy nézzétek meg Sissiről, a színészről igen. Készült videót. Sziasztok! Sziasztok.